A mai videómban néhány gondolatot osztanék meg veletek építőipari munkásokkal kapcsolatban. Remélem hasznos lesz. Sziasztok, Szűcs Tamás vagyok, az üzleti gondolkodó. Mint szoktam említeni, illetve hát jeleztem is már több videómban mostanában, ugye átvettük az új lakást, több árajánlatot bekértünk, kértem be olyat szándékosan, ami inkább csak tájékozódás érdeklődés volt. Nem tudom ezért, hogy mennyire torz esetleg az ajánlat, bár nem gondolom, hogy ilyen próbavásárlói háttérrel ne tudnék egy megfelelő fals, illetve nem fals, hanem hogy a paraméterek azok rendben is voltak, hanem sokkal inkább egy tényleg egy érdeklődő, egy árfelmérő ajánlatokat bekérni. Ugye a legnagyobb gondunk a burkolás, mert azért az valamennyire egy speciális dolog lenne, hogy a fürdőszobát walk-in típusúra tervezzük, ezt nem mindenki tudja megcsinálni, nem mindenki csinálja meg jóra, és ugye itt a szavatosság kérdése fent áll számunkra, miszerint ugye az eladott lakásra nekünk szavatosságunk van, ha ott valamit elront a szaki, akkor ugye lehet bontani, ennél a fürdőszobánál meg ha valahol megbontja az ember, akkor az egészet újra kell csinálni. Az azért úgy nem kellemes, amikor visszahívnak, hogy kré van, mert hogy ez van. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy az építésre, illetve a bontásra és az építésre kértem árajánlatot. Ugye kíváncsi voltam, mert a bontást azt én elvállaltam, kicsit vakon bele a semmibe, mert nem csináltam még ilyet, viszont bíztam abba, hogy megoldom. Ha más nem, YouTube-ról megnézem, és megcsinálom. Jól döntöttem, mert igazság szerint nem volt egy olyan túl nagy munka. Gépem lett hozzá, mert úgy gondoltam, hogy érdemes befektetni egy ilyen gépbe, tehát a gépet azt megvettem, az akarat nem hiányzott, úgyhogy jött az, hogy ne kiessünk. Ugye le tudtam pontosan kérni az adatokat, hogy mekkora négyzetméter a bontandó, kértem rá egy árajánlatot, konkrétan ott tartottam, hogy vagy viccelnek, vagy szándékosan nem akarja megcsinálni, mert egy olyan összeget kaptam rá, amit el sem tudtam képzelni, hogy ki mer, illetve lemer írni, mert hogy írásba kaptam ugye meg. Van egy ilyen portál, ahol szakmunkásokat lehet keresni, ajánlani, illetve ők keresnek föl, te beírod, hogy mi a problémád, és ők felkeresnek. Na hát ott kaptam több eltérő szakítól ajánlatot, és a legolcsóbb is egy olyan összeg volt, amire azt mondtam, hogy hát azért ezt én sokallom, vagy legalábbis kicsi munkának, főleg utólag. Tehát ugye megcsináltam, egy nap alatt alapvetően készen voltam, azt is kicsit lájtosan, kicsit elmentem, kicsit üzleteltünk a társammal, megbeszéltünk apró részleteket. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy ugye szóba került, hogy mivel ezt én megcsináltam, ezért az elszámolásba írjunk bele valamit, és gondoltam, hogy valami reális árat szeretnék beírni, ami ugye az üzlet, tehát a piaci árhoz képest azért picit kevesebb, mert azért mégis úgy gondoltam, hogy ez jó ötlet. Hát most már nem érzem úgy, hogy jó ötlet, mégpedig azért, mert nem tudom eldönteni, hogy mi a reális. Most itt bontás, csempebontásról beszélünk, falról bontottam le, én azt gondolom, hogy pitiáner munka volt, a törmelék összeszedése nem gondolnám olyan óriási munkának, nem tudom elképzelni, hogy egy brigád ezt mennyi alatt csinálja meg, én egyedül megcsináltam, mondom, kevesebb, mint egy nap alatt. Itt értsd azt, hogy 11 órától 4 óráig, illetve fél ötig történt, közben elmentem egy fél órára, társammal elbügyköltünk egy órát nagyjából a tervezéssel, tehát el lehet képzelni, hogy ez mennyit takart, és azért egy elég szemmel látható összeg, egy havi fizetésnyit akartak, igen, ők mondjuk elvitték volna a sittet, de a zsákot már nekem kellett volna állnom, a zsákot így is én álltam, teljesen mindegy, és összesen 10 zsák sitt jött össze, meg egy fürdő paraván, azt hiszem, hirtelen nem tudom, hogy azt most így mondják-e, zuhanykabin, jött össze, tehát nem gondolom, hogy annyival megdobta volna az összeg azt, amit magamra szánnék, úgyhogy nagyon gondolkodom, hogy fogunk ezt elszámolni, de mindegy is, szóval a lényeg, hogy nem tudom eldönteni, hogy most a szakember gondolja azt, hogy kérhet bármit, vagy azt gondolta, hogy ez nem egy olyan nagy munka, hogy legalább akkor igazán keresse rajta, nem csak egy napi munkája, hanem hogy Isten igazából, tehát akkor 2-3 napra lekötötte volna magát. Arra kíváncsi lettem volna, hogy ő mennyi dalt csinálja meg, elhiszi, el akarja velem hitetni, hogy ez bizony akkora munka volt, hogy úristen, ezt a 6 számjegyű összeget, ezt nekem ki kéne fizetnem neki. Nem tudom.
Az az igazság, hogy most már nem is érdekel, egy, mert kész vagyok, kettő, mert innentől kezdve valójában nem vagyok hajlandó kiadni a kezemből, majd ez esetleg akkor fogom kiadni a kezemből, amikor már végképp csak egy újjal akarok dolgozni, az ugye ez az egy újjal dolgozás, amikor mindenkinek megmondta, hogy mit csináljon. Viszont mentorom is, Kőházi Csaba is egyre többet mondja, hogy vannak azok a munkák, amit inkább megcsinál. Egy, mert tudja, hogy milyen minőségben lesz. Kettő, mert égeti a szemét az az összeg, amit kimondanak, meg hát ugye nyilván a fülét. Három, pedig nem is lehet megbízni azokba a szakemberekbe, hogy tényleg el fog jönni, és tényleg meg fogja csinálni időre. Most ha másnap jön a burkolóm, és erre várok, hogy ez vagy jön, vagy nem, akkor legyünk biztosak abban, hogy inkább megcsinálom én, mert én nem akarok délután 4-kor arra felcsúdni, hogy úristen, hát reggel ezt már dolgozni kéne utána. No, hát ennyi volt a mai kis időmmel megosztani. Remélem érthető volt, hogy miért tettem, mik voltak azok a sarokpontok, amik miatt foglalkoztam ebben a videóban, ebben a videóval ebben, erről a témával. És ha tetszett, akkor kérlek nyom egy lájkot, ha nem vagy feliratkozva a csatornámra, akkor a kis harangocska, megjegyzésed lenne, akkor azt ugye újra tudod megtenni, ha pedig a hírlevelemre nem vagy feliratkozva, akkor www.szucstamas.hu, és az oldal legalján fogsz tudni feliratkozni a hírlevelemre. És minden héten megkapod, amit én gondolok, hogy értékes információ megosztani veletek. Köszönöm a figyelmedet, tettél a fejlődésedért, ezáltal az enyémért is, és találkozunk holnap is, vagy a következő munkanapon. Szia!